Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Tiszabura külterületén található kábeltartó faoszlopok közül hármat ismeretlen, elfűrészelt és eltulajdonított. A rendőrök az esettel kapcsolatban adatgyűjtést végeztek, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt. A karcagi rendőrkapitányságra előállítottak egy 19 éves Tiszaburai lakost, és gyanúsítottként kihallgatták. A férfi eladta az oszlopokat, amiket a rendőrök. Felaprítva megtaláltak és lefoglaltak. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított ellen már van folyamatban eljárás több korábban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt, ezért az ügyek egyesítéséről határoztak. A terheltet többrendbeli rendbeli lopás elkövetése miatt őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.